hajnali 3:47, Budapest Közlekedési Múzeum. Szokatlanul nagy tömeg, valami megszokottra készülődik a Városligetben. Az egyértelmű, hogy az ott lévők nem a szokásos reggeli futásukat tervezik. Arra, hogy valami verseny lesz, több jel is mutat. Kezdődjék a verseny, aki hallja, adja át, indulás! A 17. Magyar Borokútja Ralli versenyzőit csak úgy, mint tavaly, ismét Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter indította útnak. Hogy pontosan milyen útnak, az hamarosan kiderül. Egy valamit ígérhetek, ismét bebizonyítjuk, hogy Magyarország kultúrája és szépsége páratlan. Borban pedig verhetetlenek vagyunk. Magyarország minden szeglete kedvencem, de Tokaj hegyalját azt különösen szeretem, úgyhogy szerencsés a választás, hogy most a programban kiemelten szerepel. Tokaj hegyalja történelmi értékei, a borászata, a pincekultúra, a nemzetközi, tehát világhírneve is fontos, és hát ezért jó, hogy oda vezet az út, de valamennyi borvidékünk egy gyöngyszem, és mindegyik kiváló borászokkal dicsekedhet. Bármelyik rész szívesen bejárna. Induljunk hát közel 1000 kilométeres útunkra. Az első állomás a fővárostól közel 250 kilométerre lévő Érpatak, a Magyarország egyik legjobb pálinka főzdéjének otthont adó zsindelyes tanya. Közel 200 000 hektoliter fok pálinkát tudunk előállítani. Ez azt jelenti, hogy ha 40 fokosba számolom, ez 2,5-re be kell szorozni, és annyi liter pálinkáról van szó. Tehát az a három berendezés most ennyi termék előállítására alkalmas. És ehhez természetesen tartozik egy pálinka pihentető, érlelő, ágyazó és egy fahordós érlelő terem, ahol egyszerre 125 000 hektoliter fok, vagy 125 000 liter pálinkát tudunk letárolni. Tehát itt megvannak a különböző technológiai eljárások. De nem véletlenül jöttünk be ebbe a terembe, ez egy kiindulási pont, és az ember, ha lehet ilyet mondani, amikor meg akar nyugodni, akkor bejön ide és leül ebbe a székbe, ahol a főzőmesterek mondjuk oly kevés időt tudnak eltölteni, de kicsit megnyugtatja az embert. Én azt hiszem, hogy a múltat, hogy honnan indultunk, azt nem szabad elfelejteni. Hát, hogy említettem, és ez nem privatizálva lett, hanem úgy lett összepakolva szép lassan, folyamatosan. Drága kicsi szilvafácska, nőj nekem, add legyen a bandibának pálinkája. A zsindelyes pálinka főzde maga a történelem. Az 1984-ben indult családi vállalkozás igazi hungarikum. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gyümölcsök itt tényleg befejezhetik küldetésüket. Nincsenek nagy csodák, jó első osztályi gyümölcsöt kell beszerezni, lehetőleg irányító terjesztéssel a gyümölcsből lévő cukrokat átalakítani alkohollá. Itt pedig, amikor ez megtörtént, akkor pedig vagy a kisüsti magyar technológia szerint, vagy az egylépcsős technológia szerint lefőzni és jó pálinkát előállítani, és akkor utána bízni abba, hogy többször a kereskedelmi üzletek polcairól a vevő megvásárolja a terméküket. Ennyi az egész. Ez a bizonyos főzőüst, ahol a kierjedt gyümölcsszefre befejtése kerül. Előállítunk belőle egy 15 és 23-24 térfogat százalékos szeszes folyadékot, és a mögöttem lévő üstben pedig úgynevezett a második lépcsőben, a második szakaszban a finomítás történik, tehát a kész pálinkának az előállítása, ami általában egy olyan 70-75 térfogat százalékos állapotba kerül lefejtésre. Maga az elrendezés, a technológia, hát ez az egész vállalkozás, családi vállalkozásnak a gyökere, a kiinduló pontja, és azt hiszem, hogy ez addig még ez az üzem működni fog, ez folyamatosan ez így fog ilyen állapotban marad. Tehát meg kell, hogy őrizzük a hagyományokat. A további üzembővítéseknél a másik terembe egy német technológia lett megépítve, ahol ami azt jelenti, hogy egy lépcsőben állítjuk elő a pálinkát, kicsit dúsítókkal ellátott berendezésről van szó, aromásabb, illatosabb terméket tudunk előállítani. Most
Most pedig folytassuk útunkat, bár sokat időztünk az Érpataki Pálinka Birodalomban, a Borokútja Rally épp hogy elkezdődött. Most vegyük az irányt észak felé. A zsindelyes pálinka főzde után a Borokútja Rally Tarcalra vezetett, és tulajdonképpen ez volt az első olyan állomás, ami igazából a borokhoz köthető. Nem is akárhogy, a gróf Degenfeld szőlőbirtok csodás látványt nyújt. Tarcalon ráadásul nem csak arra figyelnek, hogy minél jobb minőségű borokat állítsanak elő, hanem igyekeznek a környezettel is törődni. Arra törekszünk mindig, hogy megelőzzük a fertőzéseket. Ennek érdekében a rendszer részét képezi, például hogy a sorok elejére ilyen betegségindikátorként, előrejelzőként rózsát telepítünk a sor elejére. Célunk az, illetve azt látjuk, hogy ez az egyedüli járható út, ami a jövő felé vezet. Tehát minél kisebb nyomot hagyjunk a természetbe. Ezek pedig már az erdőbényei lankák. Az ottani szőlőbirtok egy igazi csepp a tengerben. Hogy miért, mindjárt kiderül. A Bédes család, illetve hát az alaptevékenység, a gyógyszergyártás és a szőlőbodászat között is mindig van valamilyen kapcsolódási pont. Ugye a más nem az, hogy mi is egyfajta cseppeket készítünk, amiket aztán kicsit nagyobb palacba zárunk, ugye ezek a bédes borcseppek. A borászat szlogányékben is igyekeztünk kapcsolódni az alaptevékenységhez, és a szlogány jelenleg úgy hangzik, hogy minden cseppje béres. Igyekszünk a borainkat úgy módon elkészíteni, hogy ahogyan a bédes gyógyszergyár termékei, így a bédes borok is a lehető legjobb hatással legyenek a szervezetre. Viccesen szoktuk mondani azt is, hogy a kapcsolódási pont a bédes csepp és a bédes borok között nagyjából ugyanaz, mindenkettőt lehet fogyasztani egészséggel, csak a bor egy kicsit gyorsabban hat. Tokaj-hegy alja Magyarország egyik legszebb borvidéke. A terület volt a világ első zárt borvidéke. Egy 1737-es királyi rendelet felsorolta azokat a településeket, amelyek határában a tokai bor előállításához alkalmas szőlő termelhető. A tokai márkanév az azóta eltelt évszázadok során elnyerte méltó helyét a legjobb borok között. Az UNESCO nem véletlenül nyilvánította a világörökség részének Tokaj-hegy alját. Jönnek külföldi vendégek tengeren túlról, Ausztráliából, Új-Zélandról, Európából, a legkülönbözőbb helyekről, mert azért nagyon sokan kíváncsiak a tokaira. Ismerik a tokait, és szeretnének eljönni, el is jönnek, megnézik, hogy hol terem ez a csodálatos bor, és hol érlélődik a bor, és itt a pincébe szeretik elfogyasztani. Ehhez kell a pince, kell hozzá tárolótér, de olyan tárolótér, fahordós tárolótér, amik minőségi hordók. Tehát ez nagyon fontos, hogy minőségi hordókban. Tehát olyan hordókban, amik be vannak avatva. Tehát már végigjárták az iskolát. Vannak külön száraz boros hordók és asszus hordók. Tehát sose keverjük őket össze. Tehát új hordóba asszút nem lehet csinálni, és száraz szamaradni se lehet csinálni. Tehát ez több éves hordókról van szó, és azok, amik gyakorlatilag a bornak a fejlődésébe is nagy szerepet játszanak. Borokútja Rally a festő ilyen szép Tokaj-hegy alját elhagyva a szintén gyönyörű Egri borvidékre vezetett. Magyarország másik történelmi borvidékén mintegy 6000 hektáron terem a szőlő. Az Egri nagypápincészetben vagyunk, ahol ezúttal egy különleges játékkal készültek az itteniek. Én most megpróbálok egy úgynevezett bordiplomát szerezni, meglátjuk, hogy sikerül-e. A következőt kell elismételned. Mindent figyeljél rám, és a következő. Bortábornok iszik először. Ezt kell elismételni. Bortábornok iszik először. Következő. Bortábornok iszik, iszik, másodszor. Ú, de szörnyű pillanat,
Gratulálok, sikerült, tessék lehajtani. Könnyebb már az iskola táska. Parancsolján, gratulálok. Köszönöm szépen. Ez mit jelent ez a diploma most számomra? El kell olvasni. Ezen okirat bizonyítja, hogy tulajdonosa a bortábornok próbát kiállta. Ezáltal a bortábornokok közé felvétetett. A diploma ezen személyt feljogosítja arra, hogy minden borozóban és borkimérésben ingyen igyék, feltéve a tulajdonos ez ellen kifogást nem emel. Ez jól hangzik. Köszönöm szépen. Kérem. Nálunk a borászat abszolút tradíciókra épül. A dédnagyapám kezdte ezt az egész borászatot, nagyapám, édesapám, én is ezzel foglalkozunk. Tehát a hagyományok és a tradíciók nálunk fontos szempont. Attól függetlenül is, hogy mostanában teljesen más irányba megy a borpiac, mi próbáljuk azokat a hagyományokat és értékrendeket szem elől tartani, ami közvetlen kapcsolódik a borászathoz. Tehát a borívás, illetve a borkultúra az egy olyan különlegesség, amit érdemes a hagyományok is reklámozni, nem csak magával a borra. Hogy lehet ezt reklámozni, a hagyományokat? Tehát mit lehet csinálni? Mikor a vendégek bejönnek, ne csak azt érezzék, hogy ide jönnek, ahol bort lehet vásárolni, vagy bort lehet kóstolni, hanem ezekkel, mint például ez a bortábornok választás, hogy egy játékos, hagyományos dolgokkal, egy kis tréfával fűszerezve lehet bort kóstolni, egy nagyon kellemes hagyományos cigányzenével, hazai borokkal, pálinkával, bármi olyannal, ami kötődik a borhoz, illetve maga a hangulata, hogy ne egy gyárba érezze magát az ember, beszélgetünk a borokról, a hagyományokról, hogy készül, hogy megismerje az ember azt, amit fogyaszt. Borta iszom, süt a nap, és az égbolt csupa kék. Néhány kilométerrel arrébb hasonlóan nagy élmény ért minket. A Bojki pincészet az Egri Losonci völgyben van. Az utcáról nem is gondolnák, hogy milyen pazar látványt nyújt, pedig így van. Ez egy régi kézi fejtésű kőbánya volt, szabályos téglalap alakú számos követ bányáztak, innen szintenként haladtak lefelé, és úgy alakultak ki ezek a falak. Édesapám bányamérnök, és ő hozott ide ki engem, és nem sokáig kellett győzködni arról, hogy itt képzeljem le a borkészítést. Itt biztos, hogy nem zavar a zaj, vagy füst, vagy autók, tehát itt egy 200 méterre föl kell jönni ide a főúttal a domboldalra, és hát itt nincs is másnak pincéje, csak nekem, úgyhogy itt nyugodtan lehet elmélkedni a borok fölött. Milyen lesz az idei termés? Hát csodálatos, tehát a gyönyörű évjárat érkezik, rengeteg napsütés volt, szárazságra utaló jelek nincsenek, úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok. Az elmúlt évek azok milyenek voltak egyébként? Most a 11-es borok vannak a hordóban, és hát öröm megkóstolni, tehát az is nagyon-nagyon biztató. A 9-es, 8-as, 9-es borok vannak forgalomban, sorra nyerik a díjakat, külföldön is akár, úgyhogy nincsen gond. Borászok azt szokták mondani, hogy száraz bor, de a magyar fogyasztóknak nagyon fontos az édesbor. Tehát sokan fogyasztanak édesbort. A száraz bornál sokkal jobban meg lehet ízlelni a illatát, a fajtáját, az ízét, ott sokkal jobban meg lehet ezt állapítani, mint egy édesbornál, de ugyanúgy, mint aki fogyaszt, nem mondok most éppen márkát, tehát több fajta, amit a piac kíván. Átszelve az országot, már Balaton lellén vagyunk. A kedvező természeti adottságai miatt a dél-balatoni borvidék nagyon népszerű. Választék van bőven, csak győzzük kóstolni. Siraz telepítettünk ide, 2008-as telepítés, tehát negyedik éves, tulajdonképpen most fordul termőre. Látszik, hogy bár a szárazság nem kímélt bennünket se, azért elég szépen alakulnak a fürtök. Ez egy olyan szőlőültetvény, ahol hektáronként 5200
tőke van, és hát remélem, hogy hektáronként egy olyan 80 mázsa körüli terméssel tudok számolni ebben az évben is, bízom benne. Ebből mennyi bor lesz akkor? Hát ebből általában egy 50 hektot tudunk igazán jó minőségbe készíteni, figyelembe véve a feldolgozásokat, meg az, hogy a minőségi bornál a színlét használjuk fel elsősorban a minőségi bor készítésére. Tehát 50-52 hektot tudunk belőle csinálni. Mennyire van ma Magyarországon szükség minőségi borra? Mennyire virágzik egyáltalán ez az ágazat? Én azt hiszem, hogy az egy alapvető igény és szükségesség, hogy ha már egyre kevesebbet termelünk, az mind minőségi bor legyen. Tehát nem az, hogy szükség van, nem lehet nem minőségbe gondolkodni. Aki nem minőségbe gondolkodik, az hosszú távon nem lesz versenyképes. Mosolyog a doki, szép nap ez a mai, lazítanak egyet a szívizmai. Figyeli, hogy... A Borok útja rally, amellett, hogy Magyarország vitathatatlanul fantasztikus borvidékeit látogatta meg, nem csak a különleges nedű kóstolásáról szólt. Ez egy csodálatos, játékos három nap, azt hiszem itt öreg vénszivarok, és nagyon idősbödő, de gyönyörű hölgyek, újra fiatalok lesznek, játszanak, hiszen az ügyességi versenyek, azok talicskatolásból, hordógurításból, íjászatból, boros üvegre, célba találásból állnak. Azt hiszem, hogy mindenben világcsúcsot döntöttünk. A versenyzők számában elhatároztuk, hogy idén nem szeretnénk a 100-at elérni, tehát mondjuk azt, hogy közel jártunk a 90-hez, talán ez is hozzájárult, de ami a legfontosabb, hogy sokat fiatalodott a mezőny, nagyon sok új arcot láttunk, és ami a legfontosabb, hogy elsősorban a kispincéket látogattuk meg. Természetesen, mint ahol most is vagyunk, a konyári, azaz az ikon pincészet, meg Konyári János barátom csodálatos pincészetében, de alapvetően a motiváció az új és a kispincészetek voltak, hiszen nekik kell a legtöbbet, ha szabad ilyet mondanom, nekünk is, de a tömegkommunikációnak is segíteni, hogy ismerjük meg ezeket a gyönyörű borokat bíró, hihetetlenül kedves embereket, akik csodálatos nedűt varázsolnak nekünk, ami valóban egy igazi hungárikum, és minél kisebb egy pincészed, nyilvánvalóan annál kevesebb pénze van PR-ra, marketingre, ami már talán nélkülözhetetlen, ennek ellenére. Ezt külön is köszönöm nekik, hogy 11 új pincészetet látogattunk meg, ami szintén világcsúcs. Tehát lassan a világcsúcsak versenye lesz a 17. Abszolút újoncok vagyunk. Most a cégünk a egyik aranyfokozatú támogatója lett ennek a rallynek, és nagy örömmel veszünk részt. Mivel magyar cég vagyunk, magyar borok útja, minden összecseng. És hogy tetszik ez a vidék, amerre jártunk most? Szenzációs. Ez kis hazánk is, egész Kárpát-medence. Nagyon jól érezzük magunkat. Igyál föl csak nyáron, ne ebbe a borban, ne tegyél semmit, ebben nem kell a szóda, de botrány, hogy nem tér ki a BTK arra, hogy emberiség elleni büntet a VBK. Mint borászként kérdezem tőled, hogy ez tényleg emberiség elleni büntetnek minősül szerinted? Hát egy mostani fejjel biztosan, hogy amikor ez előfordul az étterünkbe itt véletlenül, hogy ilyen jellegű italt kérnek, akkor határozottan nemet mondunk, és azt mondjuk, hogy hát ezt a irgalmatlan szörnyű cselekedetet azt a saját maga az asztalán áll, hajtsa végre, de úgy, hogy én hátat fordítok. De ugyanakkor be kell valljam, hogy diákkoromban én is azzal kezdtem. És mi a helyzet a fröccsökkel? Hát az egy nagyon szép kis, jó kis borkoktél, és hát ugye, mivel a szóda az egy magyar találmány, és van ez a szép fajtánk, ami olasz szűzling, ami szintén hungarikum, tehát egy ilyen jó kis borkoktél, egy jó kis olasz szűzling fröccs, ebbe a nyári 38-40 fokban nagyon jól tud esni. Legalizál, legalizál.
kvalitását legalizált, a borból a minőséget legalizált. Egyelőre úgy néz ki, hogy egy elég érdekes évjárat lesz. Az biztos, hogy nagyon korán vannak a szüretek, és már ugye el is kezdődött. Gyakorlatilag már itt egy pár fajta bent van a pincében, és egy nagyon szép erjedés alatt áll. De hát nagy valószínűséggel szép évjárat lesz. Még meglátjuk, azért egy pár éjszaka előfordul. A mi borainkra én azt szoktam ajánlani, hogy gyakorlatilag nagyon könnyű a dolgunk, hiszen a Dél-Balaton ez a könnyű borok hazája, alacsonyabb savtartalommal és nem túl magas alkohollal és testtel. Így ezeket a borokat gyakorlatilag kora délelőtt, késő délelőtt, kora délután, késő délután, este, éjjel, hajnalban ajánlom. Dél-balatoni borvidéket követően a Borok útja rally ismét a főváros felé vette az irányt. A budapesti célba érkezés előtt azonban még volt egy megálló, nem is akármilyen. Álmaink kéklőlegény, gyümölcsfáink tetején, pálinka szerelmem, légy az enyém. A hagyomány, a magyar gyümölcsre jellemző egyedi ízvilág és a gondoskodó figyelem érződik minden egyes korty agárdi pálinka ízén. Az elmúlt 4-5-6 esztendő az egyértelműen bebizonyította, hogy ez a fáradozás ez érdemes volt arra, sikerkoronázta a törekvéseinket, és hát látjuk, hogy a pálinka egy nagyon népszerű és divatos dolog napjainkban is. Mitől lehet ez egyáltalán népszerű? Én azt gondolom, a pálinka az Magyarországon olyan, mint a foci tömegsport. Tehát gyakorlatilag a génjeinkben van, és erre szükség is volt ahhoz, hogy azokban az időszakokban, amikor olyan termékek készültek pálinka név alatt, amiknek semmi köze nem volt a gyümölcshöz, tehát hideg úton elkészített kevert italok, aromákkal, színezékekkel, akkor is ez valahol ugye életben maradt a falusi, vidéki fogyasztási szokásoknak köszönhetően, és gyakorlatilag erre a régi bázisra tudtunk támaszkodni, amikor megpróbáltuk újraéleszteni a pálinkát. Kiülünk a teraszra a kis malacca, felhozok a pincéből egy palackat. Mi van itt, nézzük, milyen a hangulatod, kóstoljunk rá fajtát és évjáratot. 21 borpincészet és 2 pálinka főzde után már csak egy helyszín maradt hátra. Előtte azonban még arra kértük az egyik résztvevőt, aki nem mellesleg az országos mentőszolgálat szóvivője, hogy értékelje a mögöttünk hagyott napokat. Érdekes kihívás. Azt tudom mondani, hogy mindenhová időben odaérkeztünk, és sikerül stabil állapotban tovább haladnunk, ami önmagában is nagy eredmény. És akkor vissza Budapestre. Az utolsó helyszín a Cvak Múzeum és látogatóközpont volt. Három nap, közel 1000 kilométer, rengeteg helyszín és még több élmény. Ez volt a 17. Borok útja rally. Az utazás befejeződött, a hagyomány pedig tovább él.